Igazából egy megyei rendezvény, egy nagyon sikeres megyei rendezvény, talán nem ön, tehát ha ezt mondanám. És a 2015 volt az első év, amikor mi kitaláltuk, és egy gyermekvadásznapot együttesen rendeztünk. És hogy a legfontosabb talán abban azóta eltelt ez az ötödik alkalom, tehát jubileum is egy picit ilyen értelemben. Mi szeretnénk csatlakozni azon korábbi kezdeményezésekhez is, hogy a vadászok a családcentrikusak, a vadászok számára is fontos a gyermek, és az egész programainkat egy ilyen rendezvényen ekkörre építjük fel. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk itt mi a megyében, itt Várpalotán is, hiszen Várpalota város, a Túrivár Nonprofit Kft. Munkatársai óriási energiát fektetnek a szervezésbe, a város is támogatja. Van főszponzorunk a Verga ZRT, Bakonyerdő ZRT, és mi szerény módon, mint vadászkamara, mint ötletgazdák, és mind, minden évben anyagi támogatói is a hozzánk csatlakozó vadgazdálkodási egységekkel együtt hát hozzuk létre ezt a rendezvényt. Minden évben sikeres volt. Mi úgy jövünk messziről a megye különféle sarkaiból. A szervezésen kívül még egy fontos feladatunk van. Eddig még mindig meg tudtunk neki felelni, az pedig az, hogy hozzuk a jó időt. Itt a vadászatot becsempészük egy picit ebbe a rendezvénybe, hiszen van látványlövészet a gyerekeknek, vannak kutyák, vannak íjászók, vannak hagyományos vadászati móddal összefüggő eszközök. Tehát nagyon sok olyan dolog, ami érdekli a gyerekeket, meg hát az árusok is ilyen értelemben azért itt vannak a vadászati eszközökkel, vadászati kultúradolgaival, csontfaragók, bögők, ürtösök, hadd ne soroljam, és természetesen a sláger, amikor a vadászok főznek, és ez itt sem maradt el, hiszen lehet látni a sátrakból, hogy szétszámmal vagyunk jelen, hiszen ez már a második megyei rendezvényünk, hiszen Pápán volt a megyei vadásznapunk, onnan költöztünk át ide, és itt most ebben az évben úgy, mint korábban is, hát mi vendégül látjuk a gyerekeket, ez a kamara feladata minden évben. Közel 2000 adag ebédet fogunk megfőzni ma, és osszuk ki itt a gyerekeknek és a szüleiknek, ezzel is tehermentesítve a mai napi költségeket, és még egy nagyon fontos dolog. A szponzorok jóvoltából itt semmiért nem kell fizetni. Itt mindenki gondtalanul szórakozhat, a gyerekek oda mennek játszani, ahol akarnak, arra ülnek fel, amire akarnak, semmi pénzbe nem kerül, a szülők csak arra kell, hogy gondoljanak, hogy a gyerekekre vigyázzanak, el ne keveredjenek ebbe az óriási tömegbe, ami itt megjelent ma a vár környékén. Én arra vagyok büszke a megyében, elsősorban, hogy bármi városban elindítottunk egy rendezvényt, hogy ezt fent tudtuk tartani. Tehát nem egy évre szólt, nem kettőre, hanem ön mondta, hagyományt teremtettünk belőle, hiszen gondoljunk Pápai 22. megyei vadásznapra, gondoljunk erre, gondoljuk a 15. sümegi Jakab napokra, ami ezután fog következni. Tehát nincs a kamarának olyan rendezvény, amely szalmalánképpen jött ötletként, és utána elhervadt. Itt mi fent tudtuk tartani, és ez azt is bizonyítja talán, hogy jók az elképzelések sikeresek, jól megvalósulnak, és emellé odaállnak a vadgazdálkodók, odaállnak a támogatók, odaállnak az önkormányzatok, civil szervezetek, és természetesen az itt élők sokasága.